évekig átfosultatták. A töretlen hite, azoknak az erős hite, a legcsillogó. A hit erejéről beszél a pásztorbükki búcsú szónoka. Itt, a már havas hegycsúcsok egyikén, a több mint 1000 méter magas pásztorbükkön gyilkolták meg 1599-ben Erdély fejedelmét, Báthory Endrét. Csi, Marietta, Andrei Báthory. Az események Báthory Zsigmond lemondásával kezdődtek, aki szerződésileg kötelezte magát, hogy Erdélyt Rudolf osztrák császárnak engedi át. A trónt Báthory Endre bíborosnak akarta átadni, akit az erdélyi rendek meg is választottak fejedelemnek. Rudolf császár nem ismerte el Báthory Endrét fejedelemnek, így tudtával és pénzbeli segítségével Mihály havasalföldi vajda betört Erdélybe. Látva, hogy hatalmas túlerővel áll szemben, a 33 éves bíboros fejedelem elhagyta a csatateret. Az volt a szándéka, hogy Moldván át Lengyelországba megy, Strónya visszafoglalására onnan sereget hoz. Székelyudvarhely felé vette az útját, de a csíkiak Csíkszentdomokoson túl útját állták. Báthory fejére vérdíjat tűzött Mihály vajda, és megígérte a váltságdíjat, hogy a Báthory énekbe is benne van, hogy boldoggá teszi. Természetesen, hogy soha meg nem adta, amit ígért. Sőt, hazafele azt a két szegény embert, azt megölték. Mihály vajda a báthoriak által elvett szabadságjogok visszaállításával is kecsegtette a székelyeket. Akik a menekülő fejedelmet itt a pásztorbükki havasokban meggyilkolták. Gyűrűsúlyát levágták, s a haldoklónak fejét vették, és Mihály vajdához küldték. Tettükért keservesen megbűnhődtek. Hetedik Kelemen pápa átokkal sújtotta Csíkszentdomokost és Felcsíkot. 100 napos böjtöt rendelt el a bíboros fejedelem meggyilkolásáért. 100 éves pápai átok sújtotta a községet. 100 évig mondták, nem volt pap, nem volt mise szolgálat, nem keresztéltek, nem temettek, csak szomszéd község papjai láttak el ezt a szolgálatot. A gyilkosság helye is évekig átkozott volt. Sokáig a földből vér fakadt ki, tehát hogyha levágtak egy fát, én történetesen úgy tudom ezt, hogy azt a fát, amelyik legközelebb esett ehhez a vesztőhelyhez, ott vér jött ki a fából, de nagyon sokan úgy tudják, hogy a földből is évek hosszú sora alatt vér budjant ki, vér buzogott ki, amikor belevágtak a földbe. A csíkszentdomokosiaknak is bűhődniük kellett falustársaik tettéért. 7 éven keresztül szörnyű éhínség és szegénység sújtotta a vidéket. Utána több időn a csengő korró termett csak itt ezen a terület. Tehát ott lázén a mázjön is a domokosi részem. Aztán így kezdtek búcsúra járni, és ezt vallották, hogy minden évben eljönnek búcsúra ide pásztorbükbe, ahol a halála történt. És aztán a jó Isten így megtérítette az emberiségnek, ugye a kérése után a mázjönes termés jött. Az elhantolt fejedelem fejfája helyén nyírfa nőtt. Itt, anélkül, hogy bárki újat ültetne, mindig kihajt egy nyírfa, ha a korábbi megöregszik, elkorhat. A nagyközség lakosai pedig évről évre elzarándokolnak a gyilkosság színhelyére, és bocsánatért imádkoznak. De nem felejtenek, nem felejtik az évszázadok óta történteket. Annak a Kristály családnak a tagjai, akik abból a kristályákból származnak, a templomban mai napig sem szabad elül és jobb oldalt üljenek, csak a templom kereszt formájú, ugyebár, a bejáratától állt hátrább és bal oldalt. Így büntette a község lakossága azt a családot, és annak a leszármazottait, akik ezt a bűnt elkövették. Az események 400. évfordulóján 1999-ben emléktáblát állítottak az elkorhadt kereszt helyére. Az arándokok itt minden évben, október 2. vasárnapján elénekelik a Báthory éneket, és megtanítják erre gyermekeiket, unokáikat is. Minden évben kijövünk ide, kizarándokolunk ide pásztorbükre, emlékezni Báthory Endre fejedelemre, akit itt töltek még, mikor egy hia volt az 1600-nak, és
vezeklésként a falu népe mindig kijön erre a helyre. A domokosiak szerint a Jóisten megbocsátott a hagyományaihoz ragaszkodó római katolikus vallású székelyek lakta nagyközségnek. Az ott élők úgy tartják, hogy ennek köszönheti a falu nagyszülöttjét, a szentként tisztelt Mártonáron püspököt. Aki éppen itt a garados és a pásztorbük lábánál látta meg a napot, egyszerű földműves család sarjaként, és lett a székelyek védőszentje a nehéz időkben.